ízelítőt kaphattok abból, hogy itt nem messze tőlünk Kisújbányán településen, ugye üveges svábok laktak nagyon régen, ők alapították ezt a települést. Viszont, hogy is nézett ki az üveges mesterség régebben, mi volt az a hüte, hogy nézett ki, mi maradt meg belőle mára, és hogy használták, arról én már látom, megmutatom nektek is. A kelet-mecseki huták üvegfúvói német, osztrák és csehmorva határvidékről érkeztek. Így a cseh-német üvegkészítés technikáit honosították meg nálunk. A pusztabányai kettős, olvasztó hűtő főkemence is cseh-német mintákat követ. A kőből és tűzálló téglából épített kemence első traktusában folyt az üvegolvasztás. A boltozat alatt széles patkán álltak a samotból készített olvasztó tégelyek. Több napi folyamatos tüzelés mellett ezekben olvadtak össze az üveg alkotó részei. Az 1300-1400 fokos hőmérséklethez szükséges húzatot speciális nyílások és a kemence alatt húzódó fekvőkémény biztosította. 3-4 naponként ezután megkezdődött a kidolgozás. Az üvegfúvók a tégelyekből pipájukkal kivették az olvadt üveget, és előkészítették a kívánt öblös üvegeket, vagy a karika és tábla üvegeket, mert akkoriban az ablaküveg is húvással készült. Amint a palackot, poharat, kancsót készre fújták, betették a kemence hátsó taktusába, a hűtőkamrába. Itt temperálták lassan szobó hőmérsékletre az üveget, mely enélkül elrepett volna. A hűtőkamrába az olvasztókemencéből vezették át a hőt. A táblaüvegekhez fújt cilindert is simítókemencében terítették ki. A korabeli erdei hutákban rendszerint volt egy békasó égető kemence is, melyben a kvarckavicsot izították, egy kvarc, hamuzsír, mészkeverékét előégették, tisztították. Ezzel a gyönyörű faluvégi látvánnyal köszönök el, köszönöm, hogy velem tartottatok. Ne felejtsétek el, alul a komplett sort, tudjátok, feliratkozni, kis harangot megnyomni, lájkolni, megosztani Facebookon, Instagramon, mindenhol, ahol szeretnétek, másoknak e-mailbe, SMS-be, füstjelekkel, ezzel megkönnyítitek a munkámat. És nem mellesleg még boldoggá is tesztek. Szeretem, ha boldog vagyok. Ti szeressétek.